2012. október 13-án rendezte meg először a Tiszafüredi Asztali Tenis Sportegyesület, akkor még Suzuki Füred Kupa néven az első Tiszafüredi Asztali Tenisz bajnokságot. Ez a kezdeményezés már több éve folytatódik, hiszen november 12-én már az 5. városi bajnokság megrendezésére került sor, most Autó Füred városi bajnokság elnevezéssel. A sporteseményről az egyesület elnök helyettese Ferenci Nándor adott tájékoztatást, aki a verseny legeredményesebb tagja is egyben, 2 arany és 1 bronzérmével. 5. alkalommal kerül megrendezésre itt a Benedek Gábor városi sportcsarnokban a városi asztali teniszbajnokság. Amatőrtől a félprofig, kicsitől a nagyig mindenki asztali teniszütőt fogott. Egy kicsit akkor erről a rendezvényről egy bemutatkozást kérünk. Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit, köszöntöm a televízió részéről megjelenteket. Hát úgy, ahogy a rearangozásban megtörtént, ez az 5. alkalommal történik meg, városi bajnokság. Valamikor felvetődött 2012-ben, hogy meg kellene rendezni, szerencsére azóta folyamatosan rendezzük ezt a bajnokságot. Szerencsére a mai nap folyamán minden korosztály képviselteti magát, mint ahogy a bearangozóban is szintén elhangzott. A legkisebbektől mellettem levők a 80 évesig, a Solymosi Feri bácsit kiemelni. Aztán természetesen nem utolsó sorban a hölgyeket is, akik megtisztáltak bennünket jelenlétükkel, akik egyébként is szoktak járni az edzésünkre. Örülünk neki, hogy ilyen sokan összejöttek. A lebonyolítási rend a következőbe gondoljuk. Először külön kategóriát képviselnek a fiatalok, illetve az amatőrök, hogy nem lehet a sportszerűség határait átlépni. Úgy gondoltuk, hogy ez így lesz fair. Aztán van egy olyan kategória, hogy a lányok egyénibe, aztán lesz egy olyan kategória, hogy a vegyes páros, mivel csak 3 lány van, így 3 vegyes páros, és van 5 vagy 6 férfi páros. Ez a körmérkőzéses formában mindenki játszon gyakorlatilag mindenkivel. Az a cél, hogy eltöltsen egy kellemes napot itt mai nap folyamán, élményekkel, sikerekben gazdagodva térjen haza. Az eddigi tapasztalatok, hiszen már akkor 4 verseny az egyesület mögött van, eddig milyenek a tapasztalatok, illetve az mostani, az idei induló létszámról? Azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül átlagosnak mondhatnám. Az első alkalommal, ugye, mint újdonság, mindenkit kicsit úgy megmozgatta a város minden részéből. Hál' Istennek akkor összegyűltünk körülbelül 40-en, az egy nagyon színvonalas bajnokság volt. A mai nap folyamán különböző dolgokra, okokra hivatkozva nagyon sok ember nem tudott eljönni. Ezeket nem akarom boncolgatni. Reméljük, hogy a következő alkalommal részt fognak tudni venni. A mai napról azt tudom elmondani, hogy átlagos körülbelül a létszámunk, aki itt jelen pillanatban megjelent. Elsősorban tulajdonképpen nem is az, hogy megmérkőzünk egymást és ki a jobb, hanem hogy eltöltsünk egy nagyon jó délelőttöt. Az időjárásnak nem valami kedvező számunkra, mert mi azt szerettük volna, hogy essen az eső, rossz idő legyen, és akkor az emberek jobban szeretnek jönni bimpongozni, hogy nagyon gyönyörű, szép kupákat sikerült szerezni a szponzorok jóvoltából. Elsősorban szeretném megköszönni az Autofüred Kft.-nek a hozzájárulását, és az önkormányzat a terem biztosításával járul hozzá. Továbbá a 2 versenybizottsági tagunk van, a Somogyi Péter és a dr. Rente László, akik intézik a bajnokságnak a sorsolását, illetve rendezését. Ők a kiemeléseket megcsinálták, és annak folyamán, egész nap folyamán így fog menni a mérkőzés. Jó versenyzés, köszönjük szépen! Köszönjük szépen, köszönjük a támogatást! Most ismerjék meg az 5. Autófüred városi asztali teniszbajnokság végeredményét. Amatőr egyéni helyezettjei. 1. Csesznok József, 2. Szűke Ákos, 3. Csesznok Dávid, 4. Szalai Martin. Amatőr páros végeredménye 1. Csesznok József, Csesznok Dávid, 2. Szűke Ákos, Szalai Martin párosok. A Tiszafüredi Asztali Tenisz Egyesület versenyzői női egyéni eredmények 1. Kemecsi Ilona, 2. Kemecsi Mária, 3. Mezőné Debrődi Ilona. Vegyes páros eredményei 1. Kemecsi Ilona, Ferenci Nándor, 2. Kemecsi Mária, Somogyi Péter, 3. Mezőné Debrődi Ilona, Benedek Zoltán páros. Férfi páros eredmények 1. Ferenci Nándor, Benedek Zoltán, 2. dr. Rente László, Katona István és 3. dr. Kovács Krisztián, Somogyi Péter párosa. Férfi egyéni végső eredmények 1. Molnár Lajos, 2. dr. Rente László, 3. Ferenci Nándor.